Folyamatosan érkeznek a postaládákba a helyi kommunális adóról szóló értesítők. Ebben az érintett magánszemélyek folyószámla egyenlegükről is tájékoztatást kapnak. Valamint természetesen a borítékban ott van a csekk is. A tájékoztatóban arról is írnak, hogy ne feledjék el az adózók, a gépjárműadót most már nem az önkormányzat, hanem a napszámlájára kell befizetni. A korlátozások bejelentése miatt közleményt jelentetett meg a Tóldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet is. Ebben felhívják a figyelmet arra, hogy a járóbeteg szakrendelései március 8-ától az eddigi rendszerint működnek. Emellett arról is tájékoztatják a lakosságot, hogy március 7-én vasárnap 9 és 17 óra között ismét COVID-szűrőbusz érkezik a kórház területére.